Ez a történet gyerekkoromban kezdődött. Mindig is űrhajós akartam lenni. Lenyűgöztek a világűr csodái. Ha választhattam volna, hogy hosszú életet élek a Földön, vagy 2 percet a Holdon, én gondolkodás nélkül a Holdat választottam volna. Aztán megszületett Fanny. Azóta gondolkodom rajta, hogy mit fog neki majd mondani, amikor megkérdezi először. Papa, miből vagyok én? És ez a valami miből van? Ezért úgy döntöttem, hogy nekiállok egy könyvsorozatnak, hát ha megszereti azt a témát, ami engem már nagyon régóta érdekel. Persze lesznek majd rázós kérdések, de együtt biztosan találunk rá válaszokat. When you sink, you'll be sinking alone. Clever Fox's Tales About the Universe. Az első könyved az asztrofizikáról. Vendégünk pedig Farkas Robert, grafikus. Szia, köszönjük, szervusz, hogy eljöttél. Jó estét, sziasztok. Na hát ez a film, ez körülbelül egy évvel ezelőtti, ugye ezzel még gyűjtötted a pénzt, viszont azóta megvan a könyv, el is hoztad nekünk. És a kislányod megkérdezte azóta, hogy apa, miből vagyok én? Nem, még nem kérdezte meg, de nagyon várom, hogy először elbeszélgessünk erről a témáról, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy mikor kezdj el érdekelni. Egyelőre a Disney. Egyelőre Disney? Így van. És akkor ezt a könyvet, ezt most majd még így diszkréten tologatod az arca elé, igen, Disney királynők, hercegnők között nézel kis esztes rókákat? Vagy így van, próbálkozunk rá, nagyon szereti egyébként a képeket, úgyhogy a sztorit még nem bírja végig hallgatni, de képeket imádja, a rókákat nagyon szereti, ugyanúgy, mint én. Hány éves most? Most 3 éves. 3 éves. Jó, bővebben most nem nagyon fogunk belemenni itt a gyerek témába. Mesélj nekünk a könyvről, hogy álltál neki a munkának, a megvalósításnak. Hát úgy kezdtem el, hogy először is megkértem a feleségemet, hogy írja nekem egy sztorit, aztán azt mondta, hogy nem ír nekem, és szerettem volna illusztrálni gyerekkönyveket, és nem jött a megfelelő megkeresés, és akkor tulajdonképpen kitaláltam magamnak egy ilyen projektet, hogy tök jó lenne valamit illusztrálni, és akkor nagyon gondolkoztam, hogy mi az a téma, ami engem érdekel, mi az, amiben tudnék hosszabban is akár alkotni, és imádom a rókákat, imádom az asztrofizikát, úgyhogy így a kettő így találkozott ebben a könyvben. Hát azt mondod, hogy a lányod még nem nagyon érdeklődik az asztrofizikai rend, de mit gondolsz, hogy igazán kiknek való ez a könyv? Tehát akkor ő mondjuk 3 éves, és akkor talán még a korcsoport alja? Igen, igazából szerintem 4-6 között, én azt mondanám, a 3 az még egy kicsit túl korai. Vagy zseni a gyerek, hogyha érdeklődik. Így van, nem kizárt. És milyen visszajelzéseket kapsz? Hát kicsit csalóka, mert csak pozitív visszajelzéseket kapok. Így senki nem írt rá még így trollkodva, hogy így úristen, borzasztó a könyv. Úgyhogy... De a pozitív visszajelzés az magába foglalja azt is, hogy mondjuk 4-6 éves korú gyerekek már esetleg szülők olyanokat jeleznek vissza, hogy abszolút értik és tudják, és esténként a bolygókkal álmodnak, meg a csillagokkal. Hát ilyen visszajelzést nem kaptam. Vagy csak, hogy cuki a sztori. Igen, mondják nekik, mars az ágyba, és azért mondom. Igazából én már annak is örülök, olyan visszajelzést kapok, hogy végighallgatták. Tehát, hogy érdeklődnek, tetszik nekik, kérik, hogy többször olvassák el. Kaptam olyat is, hogy minden este ezt kell elolvasni, mert hogy annyira szeretik. Nyilván a gyerekek ilyen időskorban nem fogják fel, hogy ez miről szól, de a könyvnek nem is az a célja, hogy atomfizikusokat neveljünk 4 évesekből. Volt is egy olyan blog, aztán az volt az egyik legerősebb kritika, amit kaptam, hogy elolvasták a könyvet a gyerekkel együtt, és a végén a gyerek nem tudta felsorolni a bolygókat. És így pont ez volt így nekem is a véleményem, hogy így valószínűleg félreértették, tehát ez nem tankönyv, hanem ez arról szól, hogy először, amikor, ez is a címe, először, amikor az ember a kezébe veszi a könyvet, akkor valamilyen fogalma legyen arról, hogy mi van körülöttünk, hogyan alakult ki az univerzum, és nem kell nagyon komolyan menni ezt a témát szerintem. Az igaz, hogy az ELTE fizikus professzor lektorálta a könyved? Igen, igaz. És mit szólt hozzá, amikor bevitted hozzá, és azt mondtad, hogy itt vannak ezek a édes kis rókák? Ő Rafai Péter egyébként, és nagyon örültem neki, hogy segített nekem. Hát először annyi volt, hogy
kerestem egy neves fizikust. Igazából úgy voltam vele, hogy mindegy, hogy ki lesz, az csak valaki segítsen, mert hogy így jó lenne, hogyha valaki ezt lektorálná, ezt a szöveget, nem akartam hülyeséget írni. És ő volt az, aki először azt mondta, hogy hú, tök jó az ötlet, csak az a baj, hogy tárgyi tévedések vannak a szövegben, úgyhogy le kell ülni, mert borzasztó az egész. És akkor én nagyon megijedtem, na most már megvannak a rajzok, kezdtem előre, mondom, hát ez kész. És akkor végül is kiderült, hogy olyan nagyon nagy tévedések nincsenek, át kellett írni egy kicsit a szöveget, kijavítottuk, és tök jól tudtunk együtt dolgozni. És ha jól tudjuk, akkor már készülőben van a következő kötet, evolúció, igen, vagy atomfizika, vagy mi, vagy mit nyúlkázott? Bele. Ja? Belenézek, mert hogy fénysebességgel elő kapom a mopát. Jaj, akkor gondolom a fénysebességről fog szólni. Igen. És ugyanúgy rókák, Muti? Így van. Ezek bizony rókák. Igen, a következő könyv az már a fénysebességről és a gravitációról fog szólni. Ezt Nyerges Gyura fogja lektorálni. Ővele úgy találkoztam, hogy a Kolibri kiadónál jelent meg a könyv, és vele együtt szoktuk tulajdonképpen a könyvbemutatókon együtt bemutatni a gyerekeknek ezt a könyvet, hogy miről szól, meg a szülőknek, és vele dolgozunk most már a szövegen. Megvannak a rajzok, tulajdonképpen már csak az utolsó simítások vannak a szövegem. És akkor te hogy állsz fejben? Tehát, hogy már megvan a következő két kötet is? Hát igen. Le vagyok szerződve a kiadóval, úgyhogy igen. De ha őszinte akarok lenni, a harmadik kötet az egy nagyon nehéz téma lesz. Az a relativitás elmélet lesz, és az nem túl könnyű dió, tehát azt inkább idősebb gyerekeknek. Így van, tehát az inkább már idősebb gyerekeknek lesz. És pont ez a problémám vele, hogy még én is értem igazán, úgyhogy így bele kell ebbe rendesen azért mártózni ahhoz, hogy az ember le tudja egyszerűsíteni. Úgyhogy lesz vele még probléma, de készülőben van a harmadik is. Akkor neked jó készülődést kívánunk a relativitás elméletből, egy picit szívfel magadat. Köszönjük szépen, hogy elhoztad a könyvet, és hogy meséltél róla.